USA-ban annak idején 1934-ben bevezették ugye azt, hogy a többek közt a hangtompítónak a eladási és a megszerzési illetéke is 200 dollár. Ez gyakorlatilag egy betiltással volt egyenértékű akkor, hiszen 200 dollár az egy másfél havi fizetésnek felelt meg. Mostanra azonban ez a 200 dolláros összeg nominálisan nem változott, de már gyakorlatilag elinflálódott, és ezáltal a hangtompítóknak nagyon nagy kultusza van Amerikában, nagyon sok gyártó állt rá. Effektíve a hangtompítóra előre felkészített fegyverek gyártására, ez a Rügernek a megfejtése erre. Ugye ez egy Mark 3-as 22x45-ös műanyagtokos pisztoly, aminek eleve menetes a csővége, ezt most én le nem tudom tekerni valamiért. Valószínűleg jól oda rögzítették ezt a kupakot, és szépen mindenhol ellátták szerelékszínnel. Tipikusan hangtompítós játszós pisztoly gazdag amerikainak a kertjébe. Azben még az érdekes, hogy a teljes markolat kialakítása és szöge az olyan, mint egy M1911 pisztolyé. Sanic 55 néven egy újabb másolattal találkozhatunk Törökországból. Ezután egy Walther P99-et másoltak le módosítva. 9 mm Ruger, a tárkapacitása az 19 lőszervel hosszabb a tár, mint a P99-nek. A szerkezete az hasonló. Double action, single action. Ha felhúzom, és ideig behúzom az S-töbilincet, akkor ott megáll, mint a első generációs P99-nek. És a single action, de egyébként rá lehet revolverezni. Tehát van second strike kapacitás. És ha felhúzom, akkor itt a fesztelenítő nyomógomba tetején az nem egykezes, hanem kétkezes, de abban az esetben, hogyha bármelyik kezünkön iszonyú hosszú a hüvelykúj. Mert egyébként nem érem el. Belülről megnézett, és a műanyagtól ott vannak az acélbetétek. Itt nem csak egyszerűen, kétszer is el kell húznom az első billentyű szétszerelés közben, tehát ez biztonságilag elég vicces volt. Helyre túlrugó. És a cső is teljesen olyan. Húzagolása az hagyományos. Itt láthatóak elég durva marógépnyomok a szánon belül. Újabb érv, miért szeretnék itt élni? Ez a Smith & Wesson Tesco gazdaságos öntöltője. A Sigma-nak a továbbfejlesztett kivitele az SD9, illetve 40-es kaliberben az SD40. Egyébként teljesen meglepő módon ez már nem ocsmányon néz ki, sőt egész jó a fogása. Nem cserélhető a markolat hátsó része, mint a modernebb típusoknak, és a sütése az, ami legjobban változott a Sigmához képest, mert ez már csak reszelős és nem nyúlós annyira, de önvédelmi célra ez egy teljesen használható pisztoly, a military és polisz árának körülbelül a 50-60%-áért. Tehát ez az igazi Tesco-s amerikai. Szocsi pisztoly. Így van. Ezt a karaka, ez egy ilyen Egyesült Arab Emirátusok, vagy valami hasonló helyről származó pisztoly. Az osztrák Billy Bubitz vett részt a kifejlesztésében, aki a Glocknál, majd a Steyrnél dolgozott. Ez mind a két típusnak a formájai elég szépen megfigyelhetőek ezen a fegyverem. Itt érdekes, hogy nem a markolat hátsó része, hanem az oldalpanel cserélhető, de csak a színen változtatható, annak alapján, hogy éppen melyik haderő nem vásárol belőle, legalábbis ez volt a teória. Azt kell még, hogy feltűnően kis laposak ezek a fegyverek, ahhoz képest, hogy 9 mm Ruger kaliberben igen nagy tárkapacitásúak, tehát például a kompaktnak is 15 fél a tárjába, a teljes méretűnek pedig, mint látjuk, 18, és ami érdekes, hogy van egy ilyen irányzék konfiguráció, és aminek valamiért nagyon rövid az irányzó vonala, én nem tudom, hogy ez miért jó alapvetően. Plusz rántáskor szerintem ez a felület jobban akad, mintha itt lenne. A sütése, ne állítsd le! Nem állítottam. Ennek is van a ütőszeg fél megfeszítettség jelzője, és sütésre jellegében olyan, mint a Grok, de talán kicsit rövidebb és simább. A szánakasztója, ennek is jelzésértékű, kézzel gyakorlatilag kezelhetetlen. Ellenben a tárkiódó az kétkezes. És most szedjük szét. Ezt is el kell hozzá csettinteni. Belül láthatjuk, hogy a tok az már nem olyan, mint a Glocké, tehát nem a fém elemek vannak beágyazva, hanem komplett blokk van. Ez már inkább olyan, mint a Steyr.
Ez a pisztoly, ezt kb. 3-4 éve gyárthatják, de Európában eddig ezt eddig nem mutatták be. Úgy tűnik most a német Hénel, akik, tehát az is forgalmazni fogja, mert egyébként annak a cégnek, meg a Merkelnek is már ez a Caracal nevű cég a tulajdonosa. Feltűnő még, hogy az áruk az igen alacsony, ez a 600 euró, ez egy Glockára alatt van. Az még egy fontos jellegzetessége ennek az Egyesült Arab Emirátusokbeli Caracal pisztolynak, hogy az egész zártömbi rész, tehát itt láthatóan kicserélhető, ez ugye arra enged következtetni, hogy más kaliberekhez is ugyanezt a szánt akarják majd használni. Amilyen nehéz ez a szán, ez lehet, hogy 45-ösben is megcsinálják. Szlávia tulajdonos ennyi rugótól beélvezne. Az amerikai kár P45-ose volt eddig az egyik legkisebb 45-ös. Most kijöttek egy még kisebb, a PM45-tel. Egyszerűen meglepő, hogy egy ilyen kis játékpisztoly méretű valamibe egy ekkora tárat találunk, amiben 5 darab 45 ACP-n összefér. Aha. Nagyon jó a sütése. És ilyen szép nagy luk van elő. Ideális önvédelmi egy boldogabb világban. Egy más korszak kezdődik. Para Ordnance 1911. Ez egy teljesen alap, ős M1911 A1 alakú modell tulajdonképpen. És ebből is lesz majd ilyen 2011-1911 100 éves évfordulós verzió. De ez speciál Wide Bunch dév alatt fut, és ilyen cowboy action stílusban. Az IVA legjobb része, annak ellenére, hogy a fényképezőm az így meghalt, a vacsora. Hú, basztott. Csülök. Lecsi csülök és a Oscar Némi Schmaus. Sör. Ayers Passler. Ayers Passler. Tisztin a lopja a kaját. Igen. És így a jagdbitter, az a fél üveg, amit megittunk. Ez meg már le van szarva. Nürnberg utcáit rójuk, mint magányos roninok. És itt vallásom a pina.